Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt középen látható. A kép mutatja, hogy töpreng valami felett, vannak gondjai. És ezek az anyagiak, vagy a munkája, a hivatása, hiszen ez összefügg egymással. Az is lehet, hogy veszteség volt, vagy az is lehet, hogy valaki pénzt lopott tőle, vagy kihasználja őt anyagilag. Megnézzük az érzelmeit, ami itt bal oldalon látható. Itt van a tolvaj. Ez tényleg lehet az a helyzet, amikor valaki ellopott tőle pénzt, az is lehet, hogy valaki kölcsön kért tőle, de nem adja vissza, ez is egy lopásnak tűnik. Persze a tolvaj az rabolhatja az idejét, vagy az energiáját is. A tolvaj néha tud segíteni, hiszen a tolvaj el tudja távolítani az ő szomorúságát, ezeket a gondokat. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor megjelensz az ő érzelmi világában, szeret téged, és találkozni akar veled. Lehet, hogy fél attól, hogy a tolvaj ezt a találkozást távolítja el, mert te esetleg nemet mondasz. Mit fog tenni? Az itt látható jobb oldalon. Itt is, ugyanúgy, mint ezen a képen, a gondolatai, a szomorúság töpreng valami felett, ami a munkáját, a munkahelyet illeti, és itt van egy hamis személy. Vagy az ő környezetében, vagy az is lehet, hogy a te munkahelyeden van egy hamis személy, amit te eddig nem vettél észre, ő ezt közli veled, hiszen ezek a gondolatai, és elszomorítja azt, hogy ilyen jó indulatú vagy, és nem veszed észre. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a pénzveszteség a munkahelyén van, nála vannak munkahelyi gondok, ami itt is látható. Tulajdonképpen nyerni akar, de van egy kis rizikó, lehet, hogy fél attól, hogy veszteség lesz, mint egy kaszinóban, ez ugyanúgy előfordulhat. Itt a ház jelenteti a te otthonodat, hogy ő készül arra, hogy meglátogasson téged, vagy a ház jelenteti az ő otthonát, hogy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, esetleg a ház jelenteti a családi kapcsolatokat, vagy jelentheti azt is, hogy tervez veled valamit, egy közös otthon kiépítését. Itt vannak nála elképzelések, hogy ez a tolvaj, hogy ez kiderüljön, hogy valaki ellopott tőle valamit, vagy vannak más elképzelései, hogy a szomorúság, a gondok, a vesztesség elmúljon, hiszen a tolvaj ezt is el tudja távolítani, ebben az esetben tud segíteni. Itt
Az ő gondolatai láthatóak, és te megjelensz az ő érzelmeiben, de megjelensz az ő gondolataiban is. Itt látható a börtön, lehet, hogy ez a hamis nő annyira rossz indulatú, hogy itt lenne a helye, de azt is jelentheti a kép, hogy vagy te, vagy ő fogva érzi magát, mert nem meri kimondani a véleményét. Vagy úgy gondolja, hogy te megbízol ebben a hamis nőben. Itt van egy gazdag lány, vagy egy gazdag hölgy, ez jelentheti a jólétet, de a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Azt is jelenthetik a képek, hogy itt van bevétel, és ez a hamis nő valamit el akar lopni tőled, vagy irigy rád. Itt valami betegíti a munkahelyén, vagy úgy érzi, hogy te vagy beteg, vagy szomorú, hogy gondok vannak a munkahelyeden, és azt akarja közölni, hogy fogva érzed magadat a nő miatt. Vedd észre, hogy van ez a hamis személy a környezetedben. Az ő jelenlegi helyzete. Itt van egy ajándék, vagy ő kap egy ajándékot, vagy tervezi, bocsánat, elment a hangom, vagy tervezi az, hogy ő ajándékoz meg téged. És a te jelenlegi helyzeted. Itt nagy szerencse vár téged, de azért figyelj oda az akadályokra is. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!